Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a nap. Sziasztok, ez itt a Bátor Tábor podcastja Tüske Ferenccel, Vargyastok Juliskával, és vendégeinkkel Vásárhelyi Krisztával, és Kemény Gabival, akik mind a ketten nagyon kötődnek az erdőhöz. Kriszta az erdőmerülés kapcsán, ő az alapítója és szakmai vezetője az erdőmerülésnek, egy japán módszertan után, és Gabi pedig meseterapeuta, kócs, szervezetfejlesztési mentor, író és a könyv is Erdőről szól, és újra visszatalálta, hogy azt két héttel ezelőtt megtudhattuk, visszatalált az Erdő, ez újra kapcsolódott helyileg is, tehát ott lak, lakik három éve is, mint egy erdő mellett. És mondtátok, hogy mi meg nem mondtuk el a kedvenc Erdőnket, én kikerültem Juliska, a pedig közben talált egyet. Az jutott eszembe, hogy ha ezt a szót hallom, hogy erdő, akkor egy nagyon konkrét kép jelenik meg előttem, és ez a 11-es végállomásánál lévő Mátyás király erdő, a Macis játszótérrel, és ez egy ilyen őszi képbe meg minden sárga, és az egy gyönyörű erdő, elég frekventált, és sokan járnak oda sétálni, kutyát sétáltatni, meg gyereket, meg minden, de nekem az egy nagyon gyerekkorhoz kötődő erdő, úgyhogy azt hiszem, hogy ha kedvencet kell mondani, akkor ezt mondanám. Mert az előző adást ezzel zártuk, és ott, ott kimaradt nekem pedig a felsősi erdő, ami egy szép völgy, a patakvájt, aki sok ezer vagy sok százezer év alatt, és semmi különös gyertyános tölgyes erdő, de nagyon szép a maga a patak, egy tényleg kristálytiszta patak, főleg még azon a részen, zúgókkal, mésztufagátakkal, tehát tényleg szép, de maga az erdő nem egy kimagaslón, csak hogy az egész úgy olyan jó, meg ott lenni jó. És ebben az az érdekes, hogy ides hat éve járom azt az erdőt, egy erdőben se jártam ennyit, mint abban az erdőben, mert ott, ott és ez a dolgom egy része, hogy járom az erdőt, és uh, ahogy, ahogy, dobja le, mint a hagyma a rétegeit az erdő, tehát hogy enged beljebb, vagy ahogy én engedem beljebb az erdőt. Tehát, hogy ugyanaz az erdő, ami nem egy különleges erdő, tehát ez nem az az erdő, amiről fotósorozat lesz majd a sajtófotó, nem tudom, mint nem. Szép erdő, de nem különleges. Hanem attól, hogy időt szánok rá, hogy vele vagyok, hogy nap mint nap megyek ki, kerül egyre beljebb a lelkemben, és ismerek meg, és ő is, én is talán. Tehát, hogy közelebb engedjük egymást. És ebben ez az élmény, ami, ami, ami megrendítő, hogy bármi lehet sokkal szebb, hogyha időt, energiát fordítok rá, csak a mai világ arra kondicionál, hogy mindig újat keres, ne ugyanabban keresd a mélyebbet, hanem keresd egy újat, mert az nyilván könnyebb, meg egy másfajta gyermeki bélmény az, hogy megint egy új, megint egy új, megint egy új. És akkor innen jutunk el az erdő szerepéhez. Igen, illetve ahhoz, hogy az előző adásban már említettük, hogy milyen sokféle tud lenni egy erdő, és milyen sokféle szimbóluma, vagy szimbolikája van egy erdőnek, akár a mesékben, akár a való életben egyébként, és ez hirtelen tud váltani, hogy mi mindenféle lehet egy erdő a mesékben, meg milyenféle szimbólum, vagy mi mindennek lehet a szimbóluma? Hát nagyon meglepőt fogok mondani, az erdő a mesékben pontosan ugyanolyan funkciókkal bír, mint a való életben lehet menedékhely, lehet uh, találkozás önmagammal, eltévedés újra megtalálás, rátalálás arra, aki vagyok. Tehát egyfajta tükör, egyfajta kapcsolódás nem csak a természethez, hanem önmagamhoz is. Lehet gyógyító. Uh, Ereje az erdő, tehát ennek a kapcsolódásnak. Lehet ez egy nagyon veszélyes hely, ahol, ahol a félelmeim tulajdonképpen testet töltenek fák formájában, sötét formájában, ki nem található világformájában, és, és lehet inspiráció. A mesékben ugye nagyon sűrűn előfordul az, hogy, hogy ott találkozunk segítő lényekkel, illetve a főhős ott találkozik segítő lényekkel. Ezt kócsként meg tudom erősíteni szintén. Lehet, hogy nem lesz hosszú szakála, és nem egy manó formájában jelenik meg, de nagyon szeretek a beszélgető partnereimmel erdőben sétálni, és az erdő bizonyos részein bizonyos gondolatokkal foglalkozni. Tehát van, ami jobban behívja a célkitűzést, van, ami jobban behívja a hogyan kérdésre a válaszokat, de, de abszolút azt látom, hogy ez a, tehát az erdőben lét maga, az, az egy varázseszköz, tehát az egy, az egy kilépés, egy nagyon erőteljes kilépés a, a a valóságból, ami körülvesz bennünket bármelyik napon. A gyógyító erejét is lehet érzékelni, tehát itt utalnék például a só meséjére, ezt talán mindenki ismeri. Itt ugye a királylány, aki az édesapjának azt mondja, hogy úgy szeretlek apám, mint a sót, és ezért az apja kitagadja és előzi. Ő az erdőben él a meset szövege szerint éveken keresztül. Az erdő Barátkozik az erdő eteti, táplálja, tehát ez, ez egy nagyon fontos funkciója még az erdőnek. Mi is, ha kirándulunk a gyerekekkel, folyamatosan keressük az ehető dolgokat. Minden évszakban más és mást kínál az erdő, a fakérektől kezdve egészen a, a bogyókig, vagy éppen naspolyáig. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami ott, ott táplál, fizikailag is. Tehát ezt a királylányt is ugye táplálja az erdő és aztán ott találkozik egy olyan valakivel, aki megmutatja neki, tehát aki annak ellenére felismeri ő benne a királylányt, meg a, a, magasabb minőséget, hogy rongyos ruhákban van ott. Tehát önmagához sokkal, tehát sokkal inkább meg tud nyilvánulni az a belső szépsége, ami által alkalmas lesz arra, hogyha jön egy királyfi, akkor megakad rajta a szeme. Ez a valóságban úgy fordítanám le, hogy az erdőben feltöltődve, egy más rezgésszámra kerülve, egészen más gondolataink jönnek. Tehát szépen lassan elrugaszkodunk onnan, hogy most miből fizetem ki a rezsit, és jaj, megint jön a csekk egészen odáig, hogy, hogy arról gondolkodunk, hogy, hogy tulajdonképpen mi végre is vagyunk mi itt a Földön. Tehát ez, ez, a velem beszélgető kócsiknál egy nagyon, nagyon gyakori átmenet, hogy egy teljesen rököz kötött gondolkodásból át, átfordulunk abba, hogy, hogy kívülről látjuk az összefüggéseket. Maga az erdő is egy rendszer egy ökosz, ökoszisztéma meghívja a rendszerben gondolkodást, tehát a rendszer gondolkodás alkalmazását. Bocsánat, ez a, ez, a, ez, az, ez, a, ez a, a rezgésszám, vagy, vagy hangulat, több, több bár nem feltétlenül a szinonimákat keresek, hanem próbálom érteni, amit mondasz, ez, 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 az erdőmerülésnek, vagy az erdőfürdőnek is egy nagyon fontos alap, nem? alapbázisa, hogy ott, ott valahogy más, igen, igen. más lenni. Igen, tehát ezek a módszerek abban támogatják az embereket, hogy hogy a természethez kapcsoltságokat tudják erősíteni ott abban a pillanatban, ami hosszabb távon is hat. Természethez kapcsoltság, ez egy vicces fogalom, mert hogy mindannyian a, folyamatosan a természet részei vagyunk, tehát rengeteg élőlénynek vagyunk, ami, mi a lakóhelye, a lakó közösséget alkotnak bennünk a baktériumok illetve hát folyamatosan lélegzünk, és beszívjuk a levegőt, tehát hogy a természet az folyamatosan velünk van, csak azt szoktuk hívni természetnek, amikor egy természetes környezetbe, egy természetes élőhelyre megyünk el. De hogy az, hogy az ember ezt mennyire tudja megélni, a természethez kapcsoltságát, az az egyrészt nagyon befolyásolja a mentális egészséget, tehát minél erősebben megéljük, annál jobb lehet a mentális jólétünk is. De visszakanyarodva a kérdésre, szóval igen, ezek a módszerek a, abban segítenek, hogy a figyelmünket erre a kapcsolódásra tudjuk irányítani. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása, hogy, hogy mivel foglalkozik az erdőmerülés, az erdőfürdözés. És hogyha ezt a rezgést, meg ezt a hangulatot, amit az erdő, vagy, vagy inkább azt, hogy a saját dolgaidat jobban vagy, vagy mm. tehát hogy hogyan, hogyan alakult, csak attól lassítod attól, alak, hogy vannak módszerek, nem, nem a tüdőkkel, nem Igen. a feladatokat, vagy nem, nem, nem akarom, az, hogy. Az, az, az sem titkos. Nem. Alapvetően öt olyan csatornája van a természethez kapcsolódásnak, amivel mit tudunk dolgozni, amiben tudunk segíteni, és az első nagyon-nagyon egyszerű, a kontaktus, ami azt jelenti, Megölelem hogy. Megölelem a fát? Hát, vagy megölelem, de az is lehet, hogy csak megsimítom Megsintem. a fatörzsén a mohát, vagy megfogok, megfogom a sarat, a földet, amit egyébként sokszor koszosnak szoktunk megítélni, de amikor ott vagyunk, és kipróbáljuk, és kiderül, hogy van illata a földnek, van tapintása, van hőmérséklete, van nedvességtartalma, ezekkel mind találkozni, az egy másfajta rezgésszámot idéz már bennünk is előtted, hogy tehát, hogy a kontaktus ezt jelenti, hogy konkrétan azt hallgatom, hogy mit hallok, vagy hogy milyen a csend, vagy hogy meglátom a szelet úgy, hogy hogyan mozgatja meg a fáknak a leveleit. Igen, ehhez, ehhez le kell lassítani magunkat, meg a figyelmünket erre elő kell készíteni. Ezen kívül a csatornák közé tartozik még a szépség. Amikor egyszerűen átélem a természet szépséget, talán ez a legegyszerűbb. Ezt mindannyian tudjuk, hogy miről van szó, hogyha, ha erre gondolunk. Ott van még a jelent, igen, Juliska is. Igen, túl, meg igen. Juliska is. Juliska, hogy leírta a, a mackos játszóteret, tehát már egy ilyen helynek a felidézése is jó hatása lehet ránk, hogyha, hogyha időt szánunk rá. Vagy egy fénykép a falon, vagy egy festmény. Tehát még, még, ezek is hatnak az emberre. És ami még nagyon fontos ezek közül a csatornák közül, az a, az együttérzés csatornája. Tehát tulajdonképpen akarva-akaratlanul is, hogyha közelebb engedjük magunkat, ahogy mondta is a hagymahéjak lehántolásával, akkor sokkal inkább képesek vagyunk magunkat egy közös létezőnek, egy közös rendszernek tekinteni egy erdővel. És ezt nem szabad senkire se ráerőltetni, tehát erre nincsen instrukció, de nagyon-nagyon sok embernél ez az érzés megszületik nekünk, ez a tapasztalatunk azáltal, hogy valahogy ezt a rezgést, atmoszférát egy picit észreveszünk, egy picit belengedjük magunkat, Ezáltal megnyílnak a kapcsolódásnak a csatornái. Nekem amúgy, bocsánat, csak a, a gyógyítás az csak egy, hogy, hogy nekem az a legegyszerűbb gyógyító szerepe az erdőnek, amikor egy nagyon búna keresztem a fejem, és a világ nagy gondjain gondolkodom, vagy azok nyomnak le, akkor ha kimegyek az erdőbe, akkor mindig az az van, hogy jó, oké, nincs nagy baj. Igen. Tehát amíg ez van, addig nincs nagy baj. Uh -huh. És ha észre tudom venni a szelet, ahogy játszik, ha észre tudom venni a szépségét, mm -hmm. ha meghalom a patakcsobot, nincs baj, addig nincs baj. Nem, nem az erdővel, mert hogy amúgy azzal is van, tehát lehet úgy látni, hogy akármilyen magyar erdő, hogy mekkora baj van vele, mert nincs olyan magyar erdő, amin ami ne látszan az elmúlt 15 év klímaváltozása, de hogy amíg én ezt meg tudom hallani, amíg ezt tud rám hatni, addig nincs baj. Tehát velem nincs baj az erdővel, amúgy sose lesz, mert az erdő az lesz akkor, és amikor én már nem, bocs, csak az jutott eszembe, Gabi, te is említetted, hogy a félelmeknek is, vagy félelmet is lehet egy erdő, meg mindannyian mondtátok, hogy a rend, meg a rendszer, meg nem tudom, de ugyanakkor meg a, a, az átláthatatlanságnak, az eltévedésnek, a kiúttalanságnak is lehet egy szimbóluma az erdő. Van erről a sláger is, hogy erdő van ideben, meg a nem látom a fától az erdőt, meg szól, hogy a, erdő az út... Igen, ez egy hiperkarmaszám. Bocs. az a cím, hogy erdő. <laughs> És hogy e, tehát hogy ez is egyfajta szimbóluma az erdőnek, hogy az eltévedés kapcsán. Az jutott eszembe még, hogy a, hogy a, az átalakulásnak, vagy kb. A, a, a bebámozódásnak is egy helye lehet, hogy más vagyok. Nem feltétlenül azért, mert újra találom magam, hanem a változásnak, a jellemfejlődésnek a ez helyi színe, ez az erdő lehet most. hogy lehet rossz is, veszélyes is, vagy. Hát, hogy sok, igen, a Gabi is erről beszél, hogy nagyon sokféle lehet, és én csak kicsit, mint az ördög, vagy mindig itt a megnyugvás, meg ja. beszélgetünk. Még mindig mondom, hogy más oldala is van az erdőnek. Hát ha. Um... A, tehát, a mesékhez nagyon sok, tehát a mesék értelmezésének nagyon sokféle módja van, és sokféle módon próbált az ember mindig is belelépni a mesékbe. Van a pszichoanalitikus kritika, ami konkrétan úgy gondolja, hogy az erdő az a, az ember tudat alattiának, tehát egy nem rendezett, egy kaotikus, egy, egy félelmetes alámerülésnek is lehet a, a megnyilvánulása. Viszont van egy olyan erőteljes késztetés jellege, ha az ember így érzi magát egy erdőben, hogy onnan kijöjjön. Úgy a valóságban, mint ahogy, ahogy átvitt értelemben is, vagy éppen egy mesében. Tehát a, a rengetegben vándorlás a számos mesében előfordul. Van, ahol egyszerűen az a lényeg, hogy a rengetegből kiusson a főhős. Van, ahol meg kell találnia olyan segítőket, olyan erőforrásokat, ha a, megint a valósághoz közelebbi megfogalmazást keresek, amikre szüksége lesz ahhoz, hogy, hogy ki tudjon jutni az erdőből, és hogy utána a következő akadályt tudja venni. Tehát minden, ami a félelmünkkel szembesít bennünket, és itt megint visszautalnék az erdő magunkat tükröző, vagy a bennünk lévő dolgokat tükröző, mi voltára, tehát, hogy mitől érzek félelmetesnek egy erdőt. Mitől érzem úgy, hogy na most eddig jól voltam ebben az erdőben, de itt most sötétedik, félek. Tehát, hogy szembesít azokkal a, a, az elakadásokkal, azokkal a gondolatokkal, amik, amik amikkel meg kell küzdenünk. És ami csodálatos benne számomra, hogy, hogy, ha az ember hagyja magát, és rá mert támaszkodni az erdőre, akkor ugyanezekre a problémákra egyben gyógyírt is ad. Tehát pont azáltal, hogy egy-egy elemre koncentrálunk például, tehát vagy a mesében egy konkrét cél elérésére. Tehát elveszti azt a félelmetes, hatalmas, kaotikus jellegét azzal, hogy fókuszálunk mondjuk egy Levélre, vagy a, a, a szellőre az erdőben, vagy egy illatra, vagy csak arra, hogy éppen mi magunk, hogy érezzük magunkat az erdőben. És ezt egy picit megkiegészíteném azzal, hogy az a gyógyító hatás nem csak a legsűrűbb, legsötétebb erdőknek a leges legközepén jön létre, hanem létrejöhet egy parkban is, egy arborétumban, ami sokak számára egy sokkal biztonságosabb hely, de mégis hordozza azokat a jellemzőket, amik ezt a mentálhigiénés hatást segítik. Ez az egyik. A másik pedig, hogy mi például a programjainkat csoportosan tartjuk. Tehát mondjuk 10-20 ember együtt sétál ebben a bizonyos csöndes elvonulásban, és ez hihetetlenül biztonságos tud lenni azoknak, akik úgy jönnek el, hogy hú, mindig is vágytam az erdőbe, de nagyon félek, jön a kullancs, jön a vaddisznó, stb. Tehát, egyedül vagyok. Egy vagy engedül. egyedül, vagyok, vagy nem ismerem. Tehát ezek ilyen jól kitaposott, biztonságos utak, egy vezető, aki ismeri a helyet, egy néhány másik ember, akik mellett megvan valahogy ez a közösség élmény. Tehát nagyon sokféleképpen neki lehet kezdeni, hogyha valaki úgy érzi, hogy érdekli ez a fajta erdőgyógyító hatás, de nem áll rendelkezésére 10 percre otthonától egy szuper vadregényes erdő, ahol még ráadásul nem is fél. És akkor mi minden gyógyít az erdő? Mert meséltél az előbb az erdőmerülés fő csatornáiról, és aztán eszembe jutott, hogy hát a Rejtek Erdők programot a Bátortámorban te indítottad el, Kriszta, és ott ugye súlyos és krónikusan beteg gyerekek jönnek, akik adott esetben akár hosszú ideig vannak sterilboxban, vagy otthon bezárva tulajdonképpen, mert nagyon gyenge az immunrendszerük, vagy nem találkoznak kortársakkal se, a családtagjaikkal is csak kevésben, pláne nem a természetbe kimenni. Szóval hogy gyógyít -e? vagy, vagy vagy azt akartam kérdezni, hogy már ott is megvolt ez ösztönösen, vagy nagyon összecseng nekem ez a kettő? Igen, igen, tehát na, ö, ilyen régebben, tehát már egyetemista korom óta foglalkoztam környezeti neveléssel, meg, meg, a, meg a gyerekeknek a természet kapcsolatásának a vagy elősegítésével, akkor még nem így hívtam, ahogyan most hívom, ez később jött ez a, ez a, nagyszerű összekapcsolódás. De a lényeg, hogy amit a Bátor táborban akkor elindítottunk, a Rejtek Erdő program, az csak aki nem volt, esetleg a táborhelynek van egy pici erdős része, ami nagyon biztonságos, nyilván nem egy vadon, de mégiscsak valamilyen picit vadabb, picit ilyen jó értelemben ápolatlanabb része volt akkor a tábornak. És a koncepciónak az volt egyrészt a lényege, hogy igen, tehát azok a gyerekek, akik nagyon sokat vannak sterilitásban, meg bezártságban, ők egy picit újra tudják élni a kirándulás, a levés élményét. A másik pedig az, hogy ezt a fajta kihívást is megéljék, ami nem arról szól, hogy minél többet, minél izgalmasabbat, minél magasabbra menjünk, vagy most csak mondtam néhány ilyen tipikus kihívás példát, hanem az, hogy elcsendesedve, meglátva, félelmemet legküzdöm, mert ugye, a, a, mint ahogy mostanáig is erről beszéltünk, számukra is az erdő tud egy picit ilyen félelmetes, óvatos terep lenni. És akkor ott az első rejtekerdő terepen csináltunk egy mezitlábas ösvényt, ahol mindenféle különböző textúrán lehetett végig sétálni. Ez ma már sokkal elterjedtebb, mint akkoriban volt, úgyhogy szerencsére sok helyen vannak ilyen ösvények. Csináltunk egy fűszerkertet, ahol az illatokat lehetett kísérletezgetni, az illatokkal lehetett kísérletezgetni, felismerni, megtapintatni a növényeket. És, és tulajdonképpen ugyanaz a szorongásoldó, stresszoldó hatás Reményeink szerint ott is érvényesült, hogy egy picit megpihennék, kicsit elassulni, kicsit mind mindazt, ami történik velük a tábornak az iszonyú izgalmas napjai során. És ahhoz, túl, szóval, hogy a természethez kapcsolódik az ember. Most nem csak a bátor táborban, hanem akár egy erdőmerülésen, vagy egy mesélésen. Mm. Egymáshoz is könnyebb kapcsolódni? Vagy ott inkább az ember magában és az erdővel? De az, az a nagyon érdekes, hogy, hogy az ember inkább magában van és az erdővel, de mégis, amikor egy csoport ember teljes csöndben tud ülni, és ugyanazokat a dolgokat észreveszik, meghallják, annak ellenére, hogy a megéléseik, Hihetetlenül különböző mélységűek és típusúak tudnak lenni, tehát nincs ilyen egységes következmény, hogy ki mit élt át, hanem az teljesen szertágazó. Mégis létrejön valahogy az a fajta közösség hogy, hogy mit együtt őriztük az erdő csendjét. Nekem mindig az jut eszembe arról a csendes sétáról, amikor mondjuk alszik valaki, vagy egy gyerek, és mindenki más csöndben van, és az egésznek van egy ilyen otthonos gondoskodó hangulata, ez az én személyes asszociációm, és ott mindig ezt szoktam érezni, hogy hogy ennyire sokan vagyunk, és mégis ennyire figyelünk egymásra, meg magunkra, annak van egy, egy nagyon erős közösségi hatása is. Én javasolnék egy feladatot, kettőt is, de. Nekem? Nem a hallgatóknak, mindenkinek. Az egyik, az egyik feladat az az éjszakáz az erdőben nagyon sok kilátó van, amik azért elég biztonságosan tudnak, hát esővédelmet, szelet nem, de esővédelmet tudnak adni, tehát javaslom kilátók közé, köré csoportosítani ezt, mert amikor, akár én a Matyival töltöttem párszor éjszakát a, 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 rengetegben, és annak van egy ilyen, amikor hogy rátok, rátok sötétedik az erdő, és inkább erősödnek a félelmek. Azok, akik viszont ott vannak a tábortűz körül, azok valami olyan szövetségbe kerülnek ettől a rájuk nehezedő, rájuk sötétedő erdőtől, amikor mondtad ezt a közösséget, hogy hihetetlen, hogy mennyire más szintre kerül az, hogy ember ember mellett mit, mit, számít, hogy van mellettem valaki. Nem egyedül kell itt ülnöm a sötétben. És voltak ilyen tréning, van, ez, egy műfaj a tréning világban, hogy kivisznek embereket erdőbe, két, három, négy, hat, nem tudom hány napra, vannak elég egész extrémek is, akkor tessék meg ilyen, meg a saját vécédet, állíts fel a saját sátradat, keresd meg a saját élelmedet, hozzá vizet a patakról, csak három kilométer, úgyhogy lehet venni a 20 literes demizsonokat, vagy a bőrtasok, mikor milyen költségvetési. Szóval, hogy ezek vannak. És én is voltam ilyenen, és ott volt ez a tábortűz élmény, amikor ez az ősi, amikor az ember a tűz védelmében, a nagy sötét erdőben, is tudja, hogy csak arra számíthatok, aki mellettem, aki mellettem ül a tábortűznél. Ez szóval biztos, hogy egész más szintre kerül. És mi a másik feladat? A másik feladat pedig a szólóvók. Azt meg mindenkinek javaslom akinek kicsit felkeltettük az érdeklődését az erdő iránt, vagy újra, hogy visszatalálna, próbálja meg időt szakítani úgy, hogy egyedül megy egy erdőbe, és egy-másfél órán keresztül nem szól senkihez, nem gondol semmire, attól még jönnek a gondolatok, de hagyja, hadd jöjjenek, hadd menjenek, hanem hagyja, hogy hadd érje el az, amit lát, amit érez, amit szagol, amit, tap, amit tapint, semmi, csak egy-másfél óra csönd. És nem csak mondom, nem csak a szádat fogod be, hanem próbálod az agyadat is tehát ez egyfajta meditatív séta. De a szabály az az, hogy egy óráig senki ez nem szólat. Nem olvas, nem vesz telefont, semmilyen inger nem, hanem az, amiben van, azt próbálja meglátni. A megéléseket várjuk a... Kommentben. Kommentben, ahol hallgattok minket az alá. Mert hogy nagyon érdekes tud lenni. Eleve egy óra csönd sokaknak. Én hallottam, a... nem tudom pontosan idézni a kutatást, de ezt hallottam a rádióban, hogy az, hogy az erdő ilyen jótékony hatással van a lelkünkre, elménkre, pszichénkre. E, a, és a depresszióra is nagyon jótékony hatása van. Az összefügg azzal, hogy a Földben milyen mikroorganizmusok vannak, amiket belélegzel, és ez a hormonjaidra hmm. hat. E, és amit mondtatok itt, hogy a gyógyító erdő, meg ezek az élmények egymáshoz kapcsolódik, hogy mi lesz más, illetve meddig tart ez a hatás? Ez az egyszerű kérdésem van. Az erdő instant tabletta. Eddig. Hát, szerintem erre többször utaltunk már, hogy, hogy van egy teljesen primár hatás, amíg az ember ott van az erdőben, és van, amikor elég visszagondolni arra, hogy milyen élménye volt, vagy egy képet meglát, ami az erdő élményét visszahívja. Tehát én itt nem tudnék olyan határidőt mondani, hogy akkor most még két hónapig hat, ellenkezőleg úgy gondolom, hogy egy-egy séta az erdőben, ami alatt jól éreztem magam, az, az bármikor egy visszaidézhető élmény, tehát annyira zsigerileg bennünk van az erdőhöz kötődés és a természethez kötődés, hogy, hogy ez bármikor könnyen felidézhető. Miközben zsigerünkben van a kötődés, nekem most jött ez a gondolat, hogy közben mennyire visszás már, ne, ez, nyom, benne, nyom. mennyire, hogy is mondjam, mennyire furcsa már, hogy végül is miért most promotáljuk az erdőt, hogy erdőben lenni jó dolog, nem mennyire buta dolog ez, hogy, ide, hogy, hogy erről kell beszélnünk, és tényleg erről kell beszélnünk, nem? ha csak azt veszik, hogy 300 évvel ezelőtt, a háromszoros, négyszeres erdősültség, nem tudtál olyan nagyobbat sétálni, hogy nem menj, ne menj, át egy erdőn. Igen. Most meg van olyan ember, aki úgy éli az életét, hogy nem volt, vagy nem akar, volt, de szépen, nem kell erdőbe menni. És arról kell beszélnünk, hogy az erdő, de jó, ez mennyire visszás dolog. Vagy csak ez így. Igen, az, hogy mennyi ideig hat, tehát vannak különböző kutatások, amik kimutatják ezeket, hogy, hogy milyen típusú elfoglalás csak hány napig mondjuk csökkenti a stressz szintjét, vagy hasonló. De én azt gondolom, hogy nagyban azon is múlik, hogy az ember mennyire idézi vissza, vagy hogyan gyakorolja otthon ezt a fajta lelassult, megnyugtató működést, akár a saját otthonában mert hogy nem kell ismét, csak azért mondom, hogy én is bíztassam a hallgatókat, hogy akár egy szobanövényel, vagy egy utcában levő fával is el lehet kezdeni ezt a fajta természetkapcsolódást, lelassulást, egy helyre figyelést. Tehát vannak olyan gyakorlatok, amik nagyon-nagyon egyszerűen az embert hozzásegítik ez a relaxált élményhez. Nyilván a több órás erdei elvonulásnak egészen más hatása van, de elkezdeni vagy fenntartani a hatást abszolút lehetséges, akár a saját otthonunkban is. Ráadásul Budapest, bárki bármit mond, parkok tekintetében még mindig egész jól áll, szerintem ez mm. még mindig egy egész jó város. De ugyanez a helyzet a mesékkel is, tehát abban a pillanatban, hogy felbukkan a mesében az erdő motivuma, vannak olyan mesék, ahol csak úgy mellesleg megemlítik, hogy akkor világá indult, és egy rengeteg erdőn ment, vitt keresztül az uta. Egyből behívja azokat az ösztönös élményeket, illetve kapcsolódási élményt a természethez, és egyből a helyére is kerül, hogy miért kell annak a szereplőnek a mesé mesében pont egy erdőben. A te Menni... mesédben? <laughs> Erről jutott eszembe, hogy ha már mese, meg neked hogy jött? A mese írás. Írtál egy könyvet, és hogy tudom, hogy ez egy pályázatra készül, de miért, miért egyáltalán miért kezdtél el írni az erdőről, vagy miért az erdőről írtál, vagy miért? Hát ez a könyv úgy született meg, hogy elolvastam a regényes természetpályázat felhívását, és ebben az volt, hogy erdőről, tehát hogy nem is az erdőt említették, hanem hogy természet, aktív turizmus, és miután mi elég sokat megyünk a gyerekekkel, eszembe jutott az előtte lévő ilyen nagyon emlékezetes erdei túránk, amikor így tél vége felé sárban, részben, hóban, térdig elmerülve csaplattunk le egy olyan domboldalon, ahol leginkább csak csúszni lehetett a sárban. És egy patak is átfut ezen a szakaszon, és Megjelent bennem az a kép, ami végül is a címadáshoz is vezetett, és innentől megvolt a, a történet, és megvolt az az érzés, ami, ami ebben a regényben tükröződik. Ez a konkrét hűz, ebben mi a szerepe az erdőnek? Inkább, inkább vadregényes és kihívások elé járint, vagy körülölet? Mind a két, és a varázslatos énje is megjelenik az erdőnek. Ebben a könyvben viszonylag érintőlegesen szerepel az erdő, nem mint cél, hanem egy, egy lerobbant autónak köszönhetően, ami pont minő meglepetés a kedvenc erdei utamon robban le a történetben is, arra készteti a, a szereplőket, hogy hogy ott éjszakázzanak az erdőben. Köszönjük. Ők nem raknak tüzet, mert ehhez már elég késő van, és van egy céljuk, ahova másnap reggel el kell jutniuk, egy verseny, ahol szerepelnek, egy természetvédelmi és természetismereti verseny. És, és ahogy az, az erdőben éjszakáznak, ott megjelenik a sötét erdő is, meg az, a, ahol jól esik aludni, tehát a megpihenés helyszíne is. És, és reggel az, amikor még egy ilyen félig fényben. Egy, egy váratlan áprilisi havazással, ahogy beteríti a tájat a, a hó lepel, ami aztán pillanatok alatt el, el is tűnik, de, de hogy ez ugyanúgy, ez a változás, ez az ez a, egy nagyon rövid időtávon belül is ezer arca van az erdőnek, ez, ez benne van ebben a könyvben, mivel ez az élményem nekem is nagyon erős. Január vége van, és hogyha már egy kedvet próbálunk csinálni az erdőz, akkor legyünk konkrétak, mint a hiúz, hogy a, például a téli erdőben mi a jó? Mert aki nem jár erdőben, vagy nem szereti annyira, nem fontos neki annyira az erdő, annak aztán a téli erdő, meg aztán végképp ez a, na, aztán minek? Ha síelni nem lehet, akkor mit csinálok én ott? Miért érdemes télen az erdőben menni? Hát egyrészt azért, mert nincs tömeg, az mert a többiek nem szeretik. Hát egy picit az öltözködésem meg a felkészülésem múlik tehát hogyha, hogyha sikerül úgy felöltöznünk, hogy ne is fagyjunk meg, és ne is süljünk meg, akkor ugyanolyan élvezhető, mint egy tavaszi, vagy nyári, vagy őszi erdő. Ö, személy szerint én nagyon szeretem a fák ágainak a rajzolatát nézegetni télen. Próbálok nem arra figyelni, hogy hú, nincs levél, hanem inkább arra, hogy mi az, ami ilyenkor válik láthatóvá. Mm. És hát az illatok, a hangok, a hideg levegő az arcunkon, tehát ezek mind-mind olyan olyan érzések tudnak lenni, ami Abszolút élvezhető és szép, hogyha nem azt várjuk, hogy jó idő legyen. Tehát, hogyha nem a, nem a hiányként éljük meg a, a téli erdőt. Nekem a téli erdőben megjelenik az is, hogy, hogy nehezebb terep. Tehát említettem ezt a sárban, hóban vergődős élményt, amiből viszont megszületett az a családi technikánk, miután a párom, a fiúk apukája szintén bátortáboros önkéntes, ott a bátorkodás pályán volt, mivel előző életében is a kötéltechnika érdekelte. Volt, aztán Igen, <laughs> és most a tűzoltókat oktatja kötéltechnikára több között, tehát mi nem indulunk el erdőbe kötél nélkül, sehova nem indulunk el kötél nélkül. eddig, erdőbe, eddig meg volt a szimpátia a hallgatóktól, most nem sokan azt mondja, hogy na jó, elmentek. Itt van, aki ebből él, a másik meg kötélteknikával járnak erdőbe. Kötélek, persze. karabinerrel, lépőszára. Így persze, hogy és, a gyerekek. És mi jön ebből, hogy amikor egy domboldalon nagyon nehéz lejönni, mert már nyolcadszorra fürdött meg a gyerek a sárban, vagy éppen a hóban, és már mindannyian, tehát már a fülén is folyik, és kezd elege el lenni, akkor akkor ott van az a biztonság, hogy, hogy egyik szülő elől, másik szülő hátul, a kettő között kiveszítve a kötél, és a gyerekek ebbe kapaszkodva csúszkálhatnak, eleshetnek, ott van Ez a híres dagonyatúra, túra, az éves dagonyatúra, amit a gyerekek van. úgy várnak, hogy jaj, de jó, már megint megyünk. No, hát ilyet is lehet az erdőben. Amúgy erről nekem az jut eszembe, hogy minél nagyobb a kihívás, annál nagyobb az élmény. Igen. Minél sötétebb az az erdő, minél nagyobb a félelem, amit legyőztél, minél meredekebb az a domboldal, minél sárosabb, minél többet kell a kötélbe, vagy erősebben a kötélbe kapaszkodni, annál nagyobb az élmény, és annál tovább tart. És itt meg lehet élni azt, a, azt az igazán elemi kötődést, amikor az ember fát öleve, fáról fára ölelgetve próbál lejutni a sáros domboldalon és télen is lehet találni, mert szerintem a, a, azért a, a bogyósok közül is van még, amit ha nem rágnak le teljesen, tehát mondjuk csipkebogyó tutira, tehát annál jobbat, amikor egy három éves kislány fogja a kis csipkebogyót, és nyomja ki, és eszi meg a kvázi a lekvárra fagyott dermet csipkebogyót, azért az kevés. És a felkészülésről azért eszembe jutott, hogy én ha egyszer rászánom magam, akkor indulok, de mondjuk az elemózsián kívül másra nem annyira gondolom, és ebből előadódhat olyan, hogy nagy Kovácsiból eljutok Pilis Szent vagy nem tudom hova, egy másik zsákfaluba minden esetre, mert nem tudom, hogy a piros jelzés az olyan, mint a kék jelzés, és az egész Pilisen átmegy, és csak megyünk, és megyünk. Tök szép tájakon járunk, azt híve, hogy mi a kijelölt úton megyünk, vagy a számunk kiválasztott úton vagyunk, és aztán vissza kell taxizni a saját autónkhoz. És, ez Kovácsiból. hogyan az életedre? hogy belevágok és csinálok. És csinálod, és azt közben azt élvezed, aztán azt élvezed, amiben vagy, és ez megoldik valahogy. Aztán büszkén is... mesélem a balfogásaimon. Hát, a balfogás, ez egy filozófia, és ez is jó. Mert hogy szerintem az erdőben ez is megtörténik tökéletesen, egyértelmű. Úgy működöm az erdőben, ahogy máshol csak ott sűrűbb maga a közeg. Tehát, ha mondjuk helyzet van, és nem, nem éppen tökéletes körülmények között tavasszal nyáron összeáll, a fákat, hanem helyzetbe kerülök, akkor biztos az jön elő, ahogyan amúgy működöm sűrű helyzetekben. Úgyhogy, de nekem ez egy tök szimpatikus. Hát nem az a lény, nem az út a lényeg, nem tök mindegy, hova mész. <tosz> <méz. tosz> Csak oldjad meg. De az is jó, amikor valaki megtervezés és mindent tud, és, és, előveszi a könyvet, és meg, megtalálja azt a gombát, és megtanulja a gyerek is. Van egy nagyon jó cikk az interneten, Természet és lelki egészség a címe, és az Ökológiai Kutatóközpont adta ki. Ökológusok és pszichológusok írták közösen, és nagyon ajánlom mindenkinek, akit behatóbban vagy még részletesebben érdekel ez a téma. Már csak azért is, mert Potyó Imre csodálatos természetfotói díszítik a kiadványt. Úgyhogy nézegetni is érdemes, de olvasásra még inkább ajánlom az érdeklődőknek. Ó, szuper, és akkor ezzel lehet a hatást növelni, vagy hosszabbítani. Igen. Menjetek erdőbe! Nem? Menjen mindenki erdőbe, szólóvók, vagy csoportosan éjszakára. Például lehet szilveszterezni erdőben. Hát azon most már túl vagyunk, de igen. Jövj hát jövőre. <laughs> Na, okay. menjetek erdőbe, éljétek meg ezt az ősi és tök természetes közösséget, ami sajnos nem lett, már nem természetes, hogy ezt megélhetjük, de legyen az mindenkinek. Járjatok sokat az erdőben. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, Vásárlai Krisztának, Kemény Gabinak. Ez volt a Bátor Tábor podcastja, tartsatok velünk legközelebb is, és írjátok meg erdős élményeiteket a kommentbe, meg hogy végrehajtottátok el két feladatot, amit a tüsi adott. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ez volt a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk két hét múlva is!